hozzávalók. Egy pár 44-es cipő. Egy igen drága szponzoring. Egy szürke zakó. Egy szűk farmer. Egy átlagos mikrofon. Egy szemüveg ötös feles. És egy darab kőválmi. Pár perc és néz. Ma este a Schuler Klubban Rogács Dániel, Velicai Balázs és Felméri Béke. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája, Fürhalmi Zoli. Jó szórakozást! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Köszönöm mindenkit hihetetlen nagy szeretettel, a képernyők előtt ülőket is, illetve itt is köszöntök mindenkit, itt is, meg ott is, meg ott is. Próbálok meg mindenfele forgolódni, csak ugye amikor ide nézek, ők nem látnak, tehát ez olyan, mint buszon orrot fújni, hogy elfurulsz a haverodtól, és 30 alidegen néző, hogy fújjad az arcába. Már mindig nehéz az elején a megszólítás. Én voltam föllépni egy gyors étterem dolgozóinak, gondoltam, hogy kitalálok valami igazán személyre szabottat, hát nem kellett volna, mert nem volt benne köszönet. Én úgy kezdtem, hogy egy kis figyelmet kérnék egy nagy kólával. Most eleve úgy kell föllépni, hogy előbb mondasz valamit, aztán kérdezed, hogy esetleg nagyobb poénnal nem lehet-e. De volt egy olyan közönségem is, hát minden közönség más, ezt mindig puhatolózni kell az elején. És volt egy olyan közönségem, gólyatábor, TTK-sok, természettudományi kar. Meséltem egy ismerősömmel, aki már a biológiai érdekesség. Ez volt a reakció. Biológia! Nekik ez volt belőle az érdekes. Hát az óriás gibron magá a poénék, csak így biológia. Biológia! Fölvátorodtam, apám, van egy új 10 perces számom. Fizika, fizika! Nyertem, nyertem, nem. Fúj, nyertem. Legközelebb küldöm magam ilyen túrrendet, bogarázzák ki magunknak, melyik kell, nem érdekel, de biztos minden közönségnek megvan ilyen, nem tudom, bányászoknak. A devitufa! Önökét még keresni kell, hogy melyik lesz az. Na de próbálok mindenhol egy picikét aktuális lenni. Voltam Szombathelyen, és kérdeztem, van-e valaki a rendőrfőkapitányságból a közönségbe. Volt egy fickó, hát mondtam, ne haragudjon, nem válaszoltam a levelekre, de megvan mind. Nagyon sok mindennel fogunk ma este viccelni. Én azt mondom, hogy a legjobb az, hogyha magunkon tudunk nevetni. Nekem van egy molett barátnőm, akinek a humorérzékét dicséri, a következő történet el tudta nekem mesélni. Ő egy molett alkat, így mondják szépen. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy dadus test alkat. Figyelj meg, hogy minden óvodában, bölcsődében kell egy dadus, aki ilyen robosztus. Hogy külön humoros, ilyen pici lényeket visznek magukon, mint a rögbi játékos, úgy vagy a gyerekkel. Sokáig nem értettem, miért kell minden helyre egy ilyen, de ugye reggel, de valakinek azt a 90 liter teát át kell töltögetni. Szerintem azok így felvételiznek, hogy na, akkor emeljen még egy köbméter legót. Tessék. Fekvenyomás, tejbegrízzel, ilyenek vannak. Na most, hát attól molett ez a barátnőm, hogy szeret enni, de hogy valahogy mégis sportosnak érezze magát, vett hozzá egy pici autót. Hát ez nem a legjobb megoldás, tehát gyakorlatilag majdnem kisebb, mint ő. Van az a típusú újságárus néni, akinek azt mondja, hogy azért van mindig nyitva, mert nem tud többet hazamenni. Ez a neki csak kerék van alatta. De legalább érzi, amikor tolak. Erről van neki saját légzsák, és nem szabad lelegőzni, nehogy dudáljon, ezt képzeljük el. Tehát gyakorlatilag a hölgy körbe van üvegezve. Na most az történt vele, hogy megint megérz a Tesco-ba, ami hát olyan neki, mint egy játékgép függőnek Las Vegas. Felkavart az a rengeteg akció, és úgy érezte, hogy hát nincs túl sok hely az autóba, de mégis bevisz a rendszerbe sajtos tejfölös lángost. Tehát egy igazi magyaros drive-in a parkolóba, mert ugye a sajtos tejfölös lángos az a magyar pizza a tehén gyümölcseivel. És vannak ételek, amiket nem lehet kulturáltan fogyasztani, de hát azért mondjuk a lángos szerintem nem véletlenül eszik az emberek fürdőgatyában, nem? Vagy a hamburger, hát kultúrát a hamburger csak zuhanyozás közben lenne fogyasztani szerintem. Ami kocsimosóba beállsz a drive-inba. És hát gyakorlatilag
Habzsolta. Ja, a Móri Zsigmond körtéren volt egy ilyen, a patkányos büfé, így hívta a népnyelv. Ki volt írva speciális szósz. Senki nem tudta, mitől speciális. Én jöttem rá. Sose jön ki a nadrágodból. Nagyon vigyázz. Ezt úgy fejlesztik, várjál itt, és Erős Pistán tegyél bele neki. Na most ült a kocsiba, hát habzsolta ezt a sajtos tejfölös lángost, tehát amikor minden tejföl volt már, belül is kéne már ablaktörlő, és eljutott addig a pontig, hogy úgy érezte, hogy jó lesz az, hogyha a kormányról kezdi el lenyalni a tejfölt. Nem ez volt a gáz, hanem amikor észrevette, hogy a szemben lévő parkóban egy döbben család ül. Apa rüppelszre rakja, és gáztat, többet nem láttál. Egy kérdés, amit mond ilyenkor apa. Látod, ez budaörs, menjünk innen. Egyébként, hát szörnyű, mire képes az étel az emberrel. Van ez a szituáció, amikor várod a pizzát. Mindig órákig várod a pizzát. Tehát én azt vettem észre, hogy aki a pizzéria mellett lakik, az is órák múlva kapja meg. Szerintem megfuttatják, hogy igazságos legyen. Kis motorjuk erre van neki tulajdonképpen. Meg se rendeted, már viszik körbe-körbe, hogy előrébb legyenek. Na most, akkor rengeteget vártunk rá. Nyitottam az ajtót. Egyszerre fogtuk a pizzafutára, és hát vagy a zsírtól magától, vagy a sok motorozgatástól. Kinyit a doboz oldala, és végignéztük, hogy lecsúszik, és lefordítva rása küszöbre. Vita volt rajta, hogy most teljes terjedelmére vagy nem, tehát gól vagy nem gól. Nincs vonalbíró. Mégis úgy döntöttük, hogy a szinte döntetlen, a második fél időben ő szépíthet. Konkrétan hoz egy másik pizzát, és olyan megint órákig vársz. És azt a durva, amikor eljutsz arra a pontra, hogy hát végig is az a fel, amelyik benn van. Tegnap előtt volt fölmosva, hát nem akkor. Nem szoktam én gusztustalankodni. Egyébként az élet minden területe foglalkoztat. Nagyon érdekelt például, hogy miért van, hogy az idős emberek mind olyan nyugodtak. Ez nem azért van, mert öregkorodat megnyugszol, hanem az idegesek 50-60 évesen agyvérzést kapnak. Nagyon a különbség. Ki meddig húzza. Azt mondják, hogy a híradóban is csak azért van annyi borzalom, az a pszichológiája. Pszichológia! Figyelnek. Nem jönnek, nem figyelnek. Szóval, hogy azért van annyi borzalom a híradóban, mert hogy te szereted a nap végén azt érezni, hogy te még élsz. Nem te haltál meg, nem te haltál meg. Hát lehet, hogy reklámokat is csak ezért nézünk, hogy nem az én hajam korpásodik. Nem az én prostatám nagyobb. Még csak nem is én menstruáltam, jó, de na? Egyébként hogy néz ki egy híradó, tényleg figyeljük meg, rendőrségi híreket csokorva, tehát nekiment, kigyulladt, összeütköztek, kiraboltak, együtt nekimentek, együtt kigyulladtak, ezt variálgatják a végsőkig, a leges legvégén van egy picike szeretet, kis mongúzok születtek a nyíregyházi vadasparkba, billenje helyre a világ egyensúlya emberek, állatkerti információ. Ideális lenne a kettőt kombinálni, hogy váratlanul kigyulladt egy ló. Pandák ütköztek frontálisan, ebből lenne fantázia. Meg van még ilyen, hogy nagyon sokáig nem tudtam, hogy miért vannak az utasszállító pilóták, miért vannak katonatisztnek öltözve. Tehát ez nem vadászgépet vezetnek, vagy nem tudom, nem bombáznak a podgyászokkal, nem kapnak leszállási engedélyt. És ez is azért van, mert állítólag egyenruha megnyugtat, neked nincsen halálfélelmet. Tehát nem baj, turbulenciával vagyunk, hát van itt egy egyenruhás ember végül is valahol. Egy postással azért nem lennék kisegítve. De az nagyon jó, hogy nem egy maszkonadrágos kamionsofőr érkezik. Akkor Zürichbe. Bebikázom a gépet, megyünk vele. Én nem tudom, hogy így van-e, de álltok a pilótáknál, ők csinálják a legkevesebb felszállás-leszállásokat. Azt mondják, hogy automata megy a felszállás és leszállás is. Nem tudom, akkor mi a túró tanak évei a pilótaiskolába. Tehát ez a elegáns sétálgatás, ez két év csak. Bőrönt húzás még kettő. Van egy szimulátor csak. Nem így van, biztos nem így van, mert csomó gombot meg kell tanulni, hogy látod, ezt nem szabad megnyomni. Nem, tényleg nem így van, csak ugye minden humorista egy picikét színezi a történetet, ezt úgy mondják szaknyelven, hogy megkínálja a történetet. Ezt az én feleségem nem bírja elviselni ezeket a költői túlzásaimat. Ezzel ő a gyakorlatban a létező legnagyobb poéngyilkos a világon. Tehát ez úgy néz ki konkrétan, hogy egy házi buliba evültem mesélek egy sztorit, ő csak elmegy a háttérbe egy pohárra. Az nem akkor volt. Én akkor mindig arra gondolok, hogy biztos a nagy mesemondóknak is megvolt a felesége. Mondja a mesét, és a kötöget a sarokba. Akkor a passzúj nincs is. Egy kívánság volt, de az se teljesült.
Ha sokan kérdezik, hogyan születnek a történetek, hát ez egy nagyon nehéz meló, ez 24 órás meló, fizikai meló, ülni egy széken, várni, hogy eszedbe jusson. Nagyon sokszor nem jut, úgyhogy tényleg nehéz. De Jimi Hendrixről is mondják, hogy nem csak a koncerteken zenélt, hanem a turnébuszban is a nyakába lógott a hangszer, ugye több helyen ezért nem tudott leszállni szerintem, de én találkoztam egy emberrel, aki egyáltalán nem tudta, mivel foglalkozik egy humorista. Van nekem egy törzs presszó, ahol én bejárhatok, hagynak nyugodtan dolgozgatni, írogatni. Jött egy lány, és mondtam neki, hogy most nem tudjuk bekapcsolni a zenét, mert benn van a Zoli, dolgozik, ír. Oda jött és megkezdte, hogy tényleg te írod a zenét, ami így szól? Most írom a Coco Jumbo-t, hogy ne szólj hozzám! Első felépünkkel mindig is közel álltunk egymáshoz, most pedig félig, meddig földig is lettünk, mert Szentesi párt választott magának, tehát egy fél szentes humoristával már több van a világon. Tovább erősítve azt a sztereotípiát, hogy Szentes valamiféle humor, felhő, aura, lengi, beje, ami ontja magából a komikusokat. Ez egyébként egyáltalán nincs így, tehát én elmondanám, rendkívül sok humortalan Szentesi él a világon. És ott végzett Hevesi Tamás, Vitrai Tamás, Alföldi Róbert, csak életükben egy poént össze nem hoztak. Nem így, ami fellépünk, fogadják nagyon szerettel, Fogás Dániel! Köszönöm szépen, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mindjárt bele is kezdek, csak megvárom, amíg eltakarodik innen a nyúl. Most ezt önök nem látják, csak a tévé előtt ülők tudják, itt megy egy ilyen nyúl. Nézzük, jól a nyúl van. Azt vettem észre mostanság, hogy mindenki kemény. Nem? Én azért most kaptam egy bőrgyakit is, hogy ez itt még jobban jelezzem. Ha így utazunk a tömegközlekedésen, akkor is azt veszük észre, hogy az emberek nagy százaléka így összehúzott szemöldökkel kapaszkodik. Én Clint Eastwoodok, nem? Azt veszed észre, hogy igazi American Hero-k mászkálnak össze-vissza a városba. Ha hozzászorsz, akkor eleve úgy fordul meg, mint egy western őr. Béla! Sőt, a szembe van, még direkt meg is fordul, csak hogy újra megfordulhat. Nem tudom, hogy miért van ez, egyáltalán nem tudom, mintha egy folyamatosan készülnének valamire, hogy egyszer csak váratlanul majd jön egy fotós, és akkor mindenképpen jól nézzen ki, amikor lekattintja. De hát vannak olyan váratlan helyzetek, amire nem lehet felkészülni, mint például én, amikor a múltkor ültem a fogorvosi székben, tátott szájjal, amiben a fogorvos beletüsszentett. Nem, ez nem vicces, ez katasztrófa, érted? Tehát én annyit láttam alulról, hogy ő odafönn dolgozik, mikor tátott szája kiugrasz egy repülőgépből, és a legrosszabb, hogy semmit nem tudsz csinálni. Tehát, hogyha esetleg látod, hogy ő most majd tüsszenteni fog, akkor oldalra ránthatod a fejedet, de az kurva biztos, akkor felvar a fúróval a tarkódig. Esetleg abban lehet reménykedni, hogy a nyálszívó kikapja, amit ő betett. De azt egyébként nem azért rakják be, tehát, hogyha egy fogorvos neked betesz egy nyálszívót, akkor ne kapd el a fejedet, hogy most tüsszenteni fog, már nem. De azért egy mondatot mindenképpen érdemes neki mondani. Nem voltam ennyire kemény, mert hát nála volt a fúró, ezért én annyit mondtam neki, hogy és így sokkal jobb hangulatban telt a buli. Még én ezt tudom javasolni ezeknek is, akik ilyen összehúzott szemöldökkel vannak, hogy a mosolyognak a sokkal jobb. Mert az öregeket egyébként még megértem, hogy kemények, mert ő nekik már ugye respect. Na most ez egy, igen, ez egy új magyar szó, amit az angolok is értenek. Szóval ők azért végigérték az egész életüket, már is tudják, hogy a szar, tehát valamiért lehet, hogy rossz kedvük van. Én azért nézek mindig így, mert mindenkit utálok. Nem egyébként titeket, nem. A fiatalok, azok miért néznek így, azt nem tudom, mert azért nagyon nem mindegy, hogy ki fordul bele ebbe a kamerába, ugye? Mert hogyha Clint Eastwood fordul bele, az kemény.
De hogyha egy ilyen pélybarna hajú gyerek, hiába nézel úgy, mint Clint Eastwood, a haj már döntött, hogy te milyen vagy bennek. Tehát ez így nem. És azért ezt a hajat én annyira nem értem, mert több problémám van vele. Egy, borzalmasan csúnya. Kettő, buzis. Akarom mondani, feminim. Három, buzis. Négy pedig irgalmatlanul idegesítő, nem? Hát azért az folyamat, mert azt lát, nekem még nem volt, és ahogy benéztem így a tükörbe, szerintem már nem is lesz, de én azt látom, ahogy hogyha fúj a szél, akkor az a baj, mert akkor benn van a sarokba, és úgy simogatja a kicsi haját, hogy ott maradjon. Ha meg nem fúj a szél, akkor meg ő fújja. Mert kurvára idegesítő, ugye? Hát nem bírom, a pély bajnak, és az a baj, hogy ez nem annyira kemény, meg nem is annyira laza, és azért van ez a barnának biztos vannak ilyen gondolatai, amit nem tudom, hogy kemény legyek, vagy laza legyek, érted? Tehát az a baj, hogy lehet, hogy ja, megvan, lehet, hogy túl kemény vagyok ahhoz, hogy laza legyek, az nem az a baj, igen, az a baj. De legyen már vége ennek a divatnak, mert megőrülök benne, hát két aztán legyek, vagy állod, ott. Szóval, ennél már csak Dzsubakkát idegesíthette jobban a szőr. Nem csoda, hogy folyamatosan üvöltött, ugye? De azért annyi esze lehetne, nem? Ahol már lézerkard van, ott van borotva is, tehát simán levágja. Túl sok esze nincs, mert egy nyelvet se beszél, csak üvölteni tud. És ez számomra egy óriási dilemma, hogy lehet az, hogy az univerzum legnagyobb bunkóját engedik repülőgépet vezetni, űrhajót. Hát nem tudom, Zoli, ez mit szól, érte? Se egyensúlyruhája nincsen, viszont szőrös, mint az állat, és még üvölti. Az olyan, mint hogy egy utas szállítom, benyitnál a pilótafülkébe, és ott lenne egy kutya. Az aztán tényleg félelmetes szerintem. Na mindegy, ezt hagyjuk is. Csak ott vannak ezek a srácok, ugye? Akik ráadásul ugye szívnak, tehát nem sokára ott van az agyuk, ahol Dzsubakkán, aki szépen lassan épít lefele. És ezért divatos az, hogy úgy beszélgetnek, mintha már benne lenne egy sluk. Na mit meg? Csá, 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 csá. Fél óra, mire megfogják végre egymás kezét vannak. Tehát ez megy. Ha négyen vannak és búcsúzkodnak, egy biztos, hogy lekési a busz. És ugye ilyen beszélgetések mennek. Csá, 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 csá. Mi van veled? Semmi. Az király, ja. Figyelj már, megnézed, hogy kilóg a seggem a gatyából? Kilóg, ha? Kilóg. És ja, egyébként... Tanulsz, vagy mi van veled? Tanulok, igen. És mit tanulsz? Nem tudom, csak úgy érzésből nyomom. És figyelj már. Tudod, mit csinálok, hogy mostanában tüntetek? Na, miért tüntetsz? Mit tudom-e? Azt a Peti tudja. És ki az a Peti? Nem tudom. Tehát ez a beszélgetés nagyjából, ami ott megy. És a legrosszabb, mondjuk, be is van dugva a fülük. Tehát nem tudni, hogy egymással beszélgetnek, vagy az anyjukkal, vagy valaki másra. Tehát vagy zene megy, ugye. Hát azok a zenék, azok meg fantasztikusak. Van egyszer a Tüsztrüsztrüc I Love You-nak a 150 variációja, ezt most hagyjuk is. És van az alternatív, az pedig Kispál és a Borz utánzatok. Mert ugye 3 millió ilyen együttes született már, ezek mind alternatív zenét nyomnak, és utánozzák Kispált, úgyhogy tulajdonképpen én is már bármikor tudok egy Kispál nótát összeírni. Mondanál nekem egy főnevet? Főnév. Magyarázzam-e, hogy melyik szavakat keresgél? Fa. Fa. Fú. Ezen a két betűn gondolkodtál eddig? Óriási. Na, nem baj, de összeestad, hagytassuk az úrnak. Fa. Általában a zenekar is ilyen. Csak nincs több kezem, mert ha polip lennék, ugye ez jobban menne, de minden.
Fent a fa, fent az égen, ő az én büszkeségem, felhők fölé lóg az ága, olyan, mint egy rohadt nagy pálma, alá megyek, és kókuziót eszek, lebegek majd együtt veled, elfutok veled, s megyünk együtt, hol állunk meg, az már teljesen mindegy, rohadjatok meg, ez meg... Az indokolatlan keménységnek van egy másik szakasza, amit aztán végképp nem értek, ez egy ilyen zavaró keménykedés, az a bodybuilderek. Hát nem tudom, senki nem mondta el ezeknek az embereknek, hogy ez úgy fog maradni. Tehát nem az van, hogy... Mert nem tudom, hogy miért jó. Tehát mondjuk ameddig még kint van a színpadon, és ott csillog, kifestve vagy beolajozva a kicsi test a kis tangájában a táldogán, az még talán jó lehet neki, de aztán, amikor hazamegy, megnyit az ajtón, örül, hogyha befér a lakásba, leül a WC-re, megpróbálja kitörölni, de annyira kötött érted, hogy nem tud hátra nyúlni. Még szerencsé, hogy az anyjával él, nem? Anyu, kész vagyok! Na most, hogyha hátra nem tud nyúlni, akkor előre se fog tudni nyúlni. Tehát a hokinak annyi. Ha csak nem hosszú a gyík, de hát valószínűleg nem annyira hosszú, hogyha az önbizalmat azt az izmokkal kell pótolni. És szerintem jobb is, hogy nem kapja el, mert ha elkapja, akkor a gumikarika effektus egyből beugrik neki. És már nézi a trickót is, még jó, hogy nem a fekvenyomásért. És eleve, hogyha ugye... Ja, és azért kopasz szerintem az összes, mert hát nem tud fésülködni, mert fölfeleségül... Majd meg valahogy minden... Anyu! És a gyúrás az egyértelműen szorítja ki az agyat. Mert bemész a gyúróterembe, ott az elején még normálisan kommunikálsz. Szia, Dani vagyok. Megmutatnád, hogy hogy működik ez a gép? Aha, köszi szépen, jó. Odaadnál azt a súlyt? Nem, azt köszönöm szépen. Ugyanez a beszélgetés, fölemelsz 3 darab súlyt, annyira elfáradsz, hogy így hangzik. És a legrosszabb, ha szereket szedsz, akkor meg szintén ez a beszélgetés. És az egész természetellenes, de az a mosoly, az még ezt is sikerül fölülírja, érted? Tehát miért mosolyog? Miközben ki van a színpadon, ugye mi? Kit akar ezzel meggyőzni? A zsűrit? Vagy mint egy balerina úgy most, hogy én nem tudom elképzelni, hogy így az Isten, azt hiszi, hogy egy szimpatikusan van, de úgy néz ki, mint egy rágó mosolyogna rá, mert hogy ilyen följön. De szerintem rájöttem, hogy mi van, az van, hogy saját magán röhög, csak visszatartja, hogy a ficsában nézek körül, úgy tettem utány! De nem nagyon szeretnék belé kötni, mert engem ezek nem megvernének, hanem megennének, érted? Gyere ide a kurvanyám! Anyu, véletlen megettem egy bácsit megint! Azt szeretném üzenni mindenkinek, hogy maradjon önmaga, mert az nagyon olcsó és rendkívül egészséges. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! El kell mondom, én nagyon praktikus alkat vagyok. Ez abból is látszik, hogy a feleségemnek 3 húga van, és már vele is megbeszéltem, hogyha esetleg történne vele valami, akkor ugyanabból az istálóból fogok választani. Végtelenül praktikus, tehát a ruhák passzolnak, gyénkészlet hasonló gyerekeknek ismerős, és már nem vagy jó viszony após anyóssal, ugye, hogy nem kell egy újabb vagyegen pacákkal, bútorcipel, nem bizalom építésből, és ők is tudják, mit kapnak, ezt, Zoli. Szeretném elmesélni, voltunk a családdal, Bödős Tibor kollégámnál vendégeskedni Búcsú Szent Lászlón, több napot töltöttünk ott, ebből én több napra nem emlékszem, életmódjukból fakadóan.
Nagyon kellemetlen azzal kelni, hogy hát ne haragudjanak, tényleg nem emlékszem az előző napra. Még kellemetlen, hogy ők mondták, sajnos ők igen. Szégyenkezve mentünk haza, nem tudom, hogy miért, de szégyenkeztem. Próbáltuk feldolgozni, és gyerekek játszanak a kertbe, azt mint mindig, hogyha van homokozó, de cukrászda. Homoktortáskák, homokgombócok, homoktortáskák, homokgombócok. Kisfia a bokorra, mondom, te mit csinálsz? Pálinkát. Ez a Tibor hatása a családunkra. Én arra jöttem rá egyébként a pálinkánál, hogy a töltyfahordó az a minden. Tehát, hogy nem a pálinka a lényeg, a töltyfahordó, ha beleraksz bármit, csukamájolajat, technokorrapidot, érdeben nemesebb lesz, mert töltyfahordó érdeben. Miért nem főzik ki magába töltyfahordó pálinka, ugye? Igazi töltyfahordó darabokkal, hát ezt megcsinálják, gazdók leszik. Igen, érdekelnek az ilyen furcsa találmányok és műszaki dolgok, talán tudják a 10 éves kalandomat egy 5 éves egyetemen, erre most nem tudják ki. YouTube-on megnézik, a lényeg, hogy egy percig nem dolgoztam a szakmámba, de ismerek sok jó építészt, ennyi haszna van, tehát lényegében több ezer évfolyam társam volt. Annyit mondanék, ha akarnám, minden nap járhatnék osztálytalálkozóra. Egyébként tényleg ismerek nagyon jó építészeket, tehát hogyha nekem egyszer kell egy ház, tudom, hogy én nem fogom megtervezni, de lesz egy haverom, aki megcsinálja. Van, aki már Németországban dolgozik, gyerekei több nyelvűek, ugye magyar-német, harminak hozzácsapják a törököt majd. Durva lesz, ha a gyerek nem mérnök akar lenni, hanem kebabos. Ott Németország, az a trendi lakás, nagyon menő, fekete lakás. Fekete padló, fekete plafon, fekete fal, a WC-be fekete csempe körbefut, csak a WC csésze világít fehéren a közepén. Egyszer lehúzod, lesugod, nem találsz ki többet. Ez egy probléma. Furcsa műszaki gondolkodása van Felméri Péternek is, a következő fellépünk lesz. Vannak humoristák, akiknél azon nevetünk, ahogy mondják, vannak akiknél azon, amit mond, nála sokszor azon, ahogy nem mondja. Én megkérdeztem és elárulta, hogy miért beszél így. Azt mondta, azért kezdtem ilyen lassan beszélni, hát ha addig eszembe jut a poén. Fogadjunk nagy szerettel Felméri Péter! Sziasztok, hogy vagytok? Mindenki kényelmesen el van helyezkedve ott háttól is. Hát poént nem hoztam, hogy Zoli mondta, majd ha úgy érzitek, nevessetek, tehát én nem vagyok ilyen agresszív humorista, hogy muszáj poénnál, hanem amikor így nektek tetszik gyakorlatilag. Inkább csak ilyen megfigyeléseim vannak, például a rádiót hallgatok, ott betelefonált ilyen kívánság műsorban egy srác, azt mondja, a következő dalt szeretném küldeni a barátnőmnek és mindenkinek, aki szereti. És én azt sem tudom, ki a barátnő, nem azt, hogy szeretem vagy, nem? De azért meghallgattam a dalt, mert így jó volt. Szintén rádióban bemondták, hogy feltaláltak egy nagyon-nagyon erős kávét, ami 200% koffein tartalmaz. És én néztem, hogy ezek valamit elszámoltak, mert gyakorlatilag, hogy a kiskanállal a nyers koffeint kanalazod, az csak 100%. Ez tényleg valami nagy újítás. De aztán arra gondoltam, hogy lehet, hogy csak így azt akarták mondani, hogy dupla olyan erős kávé, de akkor az meg a dupla kávé. Tehát ez meg... Szintén rádióban jött ez, hogy Ferenc pápa, amióta uralkodik, vagy nem tudom, hogy mondják, azóta megduplázta a követőinek a számát, és én így ledöbbentem elsőre, hogy Uramisten, akkor már 2 milliárd katolikus van, röpke másfél hónap alatt, de kiderült, hogy nem ez volt, hanem Twitteren. Twitteren. Megduplázta. De mondom, ez nem olyan nagy dolog, mert azelőtt meg bíboros volt, és akkor mondjuk volt 30 követője. Tehát, hogy onnan nem nehéz duplázni, én azt mondom. Megnéztem, hogy Twitteren, tényleg fent van Twitteren a pápa, de az a baj, hogy nagyon sok ilyen Twitteren, sok-sok ilyen pápa nevű, vagy hogy mondjam, ilyen... Nem a pápa Jóci, vagy nem erre gondolok, csak így, nem, hanem, hogy tényleg ilyen Pontifux Maximus, nem tudom, hogy ilyen szerűek vannak. És többet mondom, találtam, az egyiknek 263 követője volt, neki az volt az utolsó bejegyzése, hogy nagy csütörtök van, és be vagyok baszom, mint az állat. Lehet, hogy nem az igazi találta meg. Szintén hírekből van ez, hogy japán ember nyerte meg a fejszámoló világbajnokságot, ami, hát a szalagcímet elolvasva nekem az esett le, hogy állnak ott 50-en melegítőbe, és melyik számolám hamarabb így ettől ezerig, de fejbe. És akkor indul, 1. 1000,
valamelyik megnyeri. Nem, mert elolvastam a cikket, az volt, hogy a rohadt nagy számokat kellett összeadni, szorozni, kivonni minden. Volt olyan durva, szerintem ez volt a legnehezebb, hogy 6 számjú számból köbgyököt vonni. Ami annyira kurva néz, hogy könnyen megtippelni. 72, és hát, ha eltalálod. Meg az, hogy Obama üzent a szíriaiaknak, hogy nehogy biológiai fegyvert vessenek be a felkelők ellen. Azóta azon gondolkozok, hogy ezt hogy üzenhette, hogy Facebookra kiírta, vagy felhívta őket, van ilyen szám az összes szíriaihoz, hogy ott kicseng, vagy nem tudom, mi van így. Lehet egy telefonközpont, hogyha egy szíriaiaknak üzennek, akkor egyes gomb, ha az összesnek kettes gomb, felveszi Ahmed, halló, Ahmed vagyok. Figyelj, Ahmed Obama vagyok, szeretnék üzenni az összes szíriaiaknak, át tudná esetleg adni nekik, vagy ilyen. Ahmed biztos befosik, hogy uramisten Obama az. Nem hallom, rossz a vonat, elnök úr, szakadozik. Srácok, Obamát szopatok. Ez csak egy tipp, mert lehet, hogy e-mailt írt, és akkor van ilyen részlet Obamának a szíriaiakhoz itt első leveléből. Ne szarakodjatok, köcsög, mert oda megyek. Vagy lehet, hogy udvariasabb volt. Kedves köcsögök, ne szarakodjatok. És hogy valami aktuálisat meséljek az életemből is. Elköltöztem nemrég, az új szomszédaink pedig hát nagyon fiatalok, és addig nem tudtam értékelni, hogy milyen jó az öreg szomszéd. Mert fölöttünk 6 gyerekes család, mellettünk egy német gyerek gitárral, másik oldalon egy hostel, hihetetlen. És a régi hely meg nagyon jó volt, mert a nyugdíjasok azok nem rohangáltak, csak inkább így csoszogtak, nem zajongtak ezzel, hogyha nem találták a mézes kenyeret, akkor nem verték a següket a földhöz, nem lopják a wifit, tehát hogy sokkal barátságosabb velük. Ott volt az egyik idős néni, aki mutatta, és nagyon panaszkodott, hogy a BKV bérletére, most már olyan ikont tettek, az jelöli az öreg embert, ilyen kis narancsárga karikában, hogy egy pálcika ember pálcával. És felháborodott, hogy nem minden nyugdíjas ilyen pálcás. De mondom, hát figyelj, ez alapján az egyetemista meg lehetne egy olyan, hogy pálcika ember hányik. Sokan említik, ugyebár humoristák közül, hogy megismernek minket itt-ott, meg amott. Ez amúgy nagyon kellemes, de azóta azon gondolkodok én, hogy vajon ez régebben is így volt az ismert emberekkel, hogy ment haza mondjuk egy fárasztó nap után Kossuth Lajos, és éjszaka megállították a részegek. Faszom, tudom ki vagy, na! Kurva jó vagy, na! Na, mindjárt itt a nyelve, hogy hívnak? Na, tudom, na! Kurva jó voltál, na! Ja, veled van az a dala, Kossuth Lajos, azt! Nem tudom, Petőfit is megállított, mondja egy verset! Anyám tyúkján beszartunk, hát az kurva jó volt, az hihetett, tényleg megtörtént. Összeállnak így részegek, figyelj meg. Fénykép, nem tudom, volt-e fénykép akkor, vagy valaki gyorsan lerajzolt. Nem mozogjál, bajusz, mindjárt megvan. Hát ilyen dolgon gondolkodok én. Köszönöm szépen a figyelmet. Még hátra van Velicai Balázs. A reklám után folytatjuk. Maradjatok, ha mertek! Velicai Balázs egy nagyon sokoldalú tehetség. Parodista is, de saját hangja is van, tehát mondhatni saját jogán is egy kiváló humorista, viszont tud énekelni is, sőt, mások hangján is tud énekelni. És én azzal hízelgek magamnak, hogy nekem is részem van benne, hogy ebből most itt egy kis bemutatót fog tartani, mert nagyon sokat maceráltam Balázst, hogy ezt a képességét ne hagyja parlagon, ne csak Hackneyből hazafele tartó utazó humoristákat szórakoztasson ezzel autóval. Úgyhogy most itt a különleges pillanat, egy zenés produkcióval és egy ehhez kapcsolódó úgynevezett Britney Spears mikrofonnal a színpadon, Velicai Balázs. Köszönöm szépen. Zenei magazinunk első híre, 30 éves az István a király rockopera, és Alföldi Róbert fogja rendezni. Ő ugye arról is híres, hogy pikáns, néha polgárpukasztó módon viszi színre a műveket. Előre félek, milyen lesz egy alföldi rendezésben koppányvezér. Megállj István, mondd csak, mit képzelsz magadról. Szállj magadba, Valk, és légy
egy szerény. Alföldinél sose lehet tudni. Hát ugye egy időben ment körbe ilyen vicc, hogy Alföldi Robert rendezéseiben csak akkor szeretkezik fiú lányjal, ha testvérek. De ezért félek, és állítólag Stól András lesz koppány. Szerintem akikkel balesete volt, az első sorokban ülve fogják várni a felnégyelés jelenetet. Úgyhogy ez lesz a nyár zenei csemegéje. Nem árt, ha az ember otthonban zenei stílusokban. Unokatesom barátnőjének kedvenc zenei stílusa ez a relaxációs muzsika, ez a chill out. Hát ő nem nagyon figyelt és vett neki egy out chilla CD-t. No, hát itt az idő, hogy bemutassam. Nem véletlenül hoztam magammal ezt a rendkívül igényes lakodalma szintit. A márkajelzést letakartam, ugyanis a Yamaha egy fillért nem fizet. Amire viszont nagyon jó, élő kívánság műsort fogunk játszani. Következő a menete. Önök közül bárki mond bármilyen dalt, és ha az a Beatles-tól a Yesterday, már játszom is. Yesterday. Jó, nem akarok úgy tenni, mintha csak ezt az egy dalt tudnám. Tudom még például az Abbától a Dancing Queen, azt mondja, Dancing Queen, 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 vagy komoly zenei műveket, például Mozart Requiem, Requiem. Szeretném viszont tesztelni egy kicsit az önök zenei műveltségét, találják ki, hogy melyik klasszikus zenei műből játszom részletet. Carmina Burana! Egyszer hallottam egy nagyon híres zongora művész nyilatkozta, hogy nagyon idegesíti, hogyha koncertjein a közönség köhécsel, de ha legalább muzikálisan köhögnének. Hogy mit tudom én, ütemegyre, vagy minden második nyolcadra ez a... És így tovább. Ugye ez Beethoven Für Elise. Egyszer beszélgettem egy lányjal, csak így rákérdeztem, hogy szereted Beethovent? Igen, az olyan cuki. A kutyás film. De hogy teljesen egyértelmű legyek, demonstrálnám azt is, milyen egy antimuzikális tüsszentés, tehát hogy hogyan ne tüsszentsünk semmiképpen sem, mondjuk egy Liszt rapszódia alatt. Sokakban fölmerül a kérdés, szabad-e babot ennünk hangverseny előtt? Nos, ha engem kérdeznek, szabad, de csak ha Mozart török indulója van műsoron. Megfigyeltem, nagyon sok zongora művész úgy játszik, hogy közben a szemöldöke így fönn van, meg ráncolja a homlokát. Lehet, hogyha én is ilyeneket csinálok közben, akkor szebben tudok majd játszani. Elfejtettem, hogy műjön. Hát gitározni is tanulok. Az a baj, a legtöbb slágerhez minimum... Már is kinevettél? Köszönöm.
Minimum 3-4 akkorot már kell tudni, hogy az ilyen kezdőknek is lehessen sikerélménye. Megírtam a világ első egy akkordos slágerét, végig csak émolban van a San Francisco-i lány balladáját. There was a girl in San Francisco. She lived in a house in San Francisco. But one day she died. Még a baladai homálykövetelmények is megfelel, nem tudjuk miért halt meg a lány. Nyilván unalmas mindig ugyanaz gyakorolni, ezért írtam egy tök másik dalt. A Cegléd Berceli Batman gyűlölő balladája. There was a Batman hater in Cegléd Bercel. He lived in a house. But one day he died. Biztos megfigyelték, hogy én ezeknek a daloknak a megírásakor nem csak a kezdő gitárosokra, de a kezdő angolosokra is figyeltem. Direkt nem tettem a szövegbe present perfect continuous, összetett jövő időt elbeszélő módba. Fölmerül a kérdés, hogy mi van azokkal, akik kezdő gitárosok ugyan, de haladó angolosok. Hát nekik már dolgozom a San Francisco-i Bérszámfejtők Szakszervezeti Szövetsége általános helyettesének balladájánál még csak az eleje van meg, így az első pár szóval, így van, hogy... There was a... Egyelőre itt tartok. Nem biztos, hogy látszik, de én énektanító bácsi képzőt végeztem. Ott volt ez, amit már meséltem, hogy CD-ről meg kellett tanulnunk ilyen sirató énekeket, amit annyira társulásban énekelt fel a néni, hogy az es, eső, es segélykérésnek hangzott. Es, eső, es. Ilyen lappal hallgatva készültem a szigorlatrót, már is így énekeltem. A szárnyak a szárnya, tárva, mint a madár szárnya. Oda volt galamba, oda volt bezárva, mutak megadják az ötös, csak ezt hagyjam abba. Úgyhogy ebben ki is egyeztünk. Azért jó, hogy nem lettem énektanító, biztos bővítettem volna a tananyagot a kedvenceimmel, Summer Wine. Az anyáknapi műsort is fölpörgettük volna, Orgonágaját, Highway to Hell. Bár a mai gyerekeket már nehéz fegyelmezni, úgy jön, figyeljetek! I walked in town in silver spurs that jingle too. Ne rágózzá! A song that I had only sang for just a few. Nem a másik hajába kettőt. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. Vedd le a szoszopó állarcot. Summer wine. De leszarom, hogy csak krétaporcsik, akkor se szítt el az orroddal, basszus. Nem bírtam volna. Hogy átírtam volna a dalokat mai nyelvre, hogy jobban be tudják fogadni, ez a szegény legény vagyok, én BKV-val járok, én iPhone-om sincsen, elszakadt a kínai piacon vásárolt ingem. Amiből viszont tényleg hiány van, a rohadtul idegesítő gyerekdal. Hát én a Paprita utántámat űrt szeretném betölteni. Ezt tavaly nyáron egy hittantáborban írtam a gyerekeknek. Volt egyszer egy patomrészek csillámpóni, mindenért vagy hatszor kellett neki szólni. Dülöngélt és rókázott, folyton visszapofázott. Csak így nem elég idegesítő. Elindult az atomrészek csillámpóni, úgy ment, hogy még nem is kellett rajta tolni. Egy Bugatti elcsapta, a négy talpát feldobta, lett belőle atomhulla csillámpó. Muszáj műsoridőt csinálnom, különben levonnak a gázsimból. De tényleg Yeah!
Köszönjük szépen! Berisai Balának, ugyanilyen jó volt, és ez volt már a Show de Club. Mindenkinek azt mondanám, hogy aki végzett a tévézéssel, az zárja el a készüléket. Én azt vettem észre, hogy két típusú ember létezik. Az egyik, aki akkor is tud aludni, hogyha a hangyák háborúznak egész éjjel. A másik meg itt az is idegesít, hogy a piros pötty világít a tévén éjszakon. Minek világít, ha nem nézem, ugye? Álmomban is tudjam, hogy működik a tévé, nem érdekel. Van, aki elétolja a fotelt, meg árnyékolom a tévét. Haverom elément a problémának, leküldte a Auschwitzre, nem világít készen a nevetekre. Köszönöm szépen kollégáimnak, Bogár Dánielnek, Felméri Péternek és Bericei Valáznak, hogy itt voltak ma este. Köszönjük, hogy ma este bennünket választottak. Ha szeretnének, állítsanak meg valakit az utcán, csak ne engem. Jövő héten is lesz Show de Club. Ugyanitt, ugyanebben az időben egy nagyon különleges Show de Club. Volt már, hogy bűvészünk volt, volt már, hogy bábunk volt, most meg kritikusunk lesz. Puzsér Robert ráadásul. Bírják ki addig. Jó éjszakát, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, köszönöm mindenkit hihetetlen nagy szeretettel, a képernyők előtt ülőket is, illetve itt is köszöntöm mindenkit, itt is, meg ott is, meg ott is. Próbálok majd mindenfele forgolódni, csak ugye amikor ide nézek, ők nem látnak, tehát ez olyan, mint buszon orrot fújni, hogy elfurulsz a haverodtól, és 30 alidegen néző, hogy fújjon az arcára. Már mindig nehéz az elején a megszólítás. Én voltam föllépni egy gyors étterem dolgozóinak, gondoltam, hogy kitalálok valami igazán személyre szabottat, hát nem kellett volna, mert nem volt benne köszönet. Én úgy kezdtem, hogy egy kis figyelmet kérnék egy nagy kólával. Mert eleve úgy kell föllépni, hogy előbb mondasz valamit, aztán kérdezed, hogy esetleg nagyobb poénnal nem lehet-e? De volt egy olyan közönségem is, hát minden közönség más, ezt mindig puhatolózni kell az elején, és volt egy olyan közönségem, gólyatábor, TTK-sok, természettudományi kar. Meséltem egy ismerősömmel, aki már a biológiai érdekesség, ez volt a reakció, biológia! Nekik ez volt belőle az érdekes. Hát az óriás kipróbál magával poénék, csak így biológia, biológia! Fölváltottam, apám van egy új 10 perces számom, fizika, fizika! Nyertem, nem fúj, nyertem. Legközelebb küldöm magam ilyet órendet, bogarászák ki magunknak, melyik kellene, nem érdekel, de biztos minden közönségnek megvan ilyen, nem tudom, bányászoknak. A de vittufa! Önökét még keresni kell, hogy melyik lesz az. Na de próbálok mindenhol egy picikét aktuális lenni. Voltam Szombathelyen, és kérdeztem, van-e valaki a rendőrfőkapitányságból a közönségbe. Volt egy fickó, hát mondtam, ne haragudjon, nem válaszoltam a levelekre, de megvan mind. Nagyon sok mindennel fogunk ma este viccelni. Én azt mondom, hogy a legjobb az, hogyha magunkon tudunk nevetni. Nekem van egy molett barátnőm, akinek a humorérzékét dicséri, hogy a következő történet el tudta nekem mesélni. Ő egy molett alkat, így mondják szépen. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy dadus test alkat. Figyelj meg, hogy minden óvodában, bölcsődében kell egy dadus, aki ilyen robosztus. Hogy külön humoros, hogy ilyen pici lényeket visznek magukon, mint a rögbi játékos, úgy vagy a gyerekkel. Sokáig nem értettem, miért kell minden helyre egy ilyen, de ugye reggelente valakinek azt a 90 liter teát át kell töltögetni. Szerintem azok így felvételiznek, hogy na, akkor emeljen még egy köbméter legót. Megfenyomás, tejbegrízzel, ilyenek vannak. Na most, hát attól molett ez a barátnőm, hogy szeret enni, de hogy valahogy mégis sportosnak érezze magát, vett hozzá egy pici autót. Hát ez nem a legjobb megoldás, tehát gyakorlatilag majdnem kisebb, mint ő. Van az a típusú újságárus néni, akinek azt jelenti, hogy azért van mindig nyitva, mert nem tud többet hazamenni. Ez van neki, csak kerék van alatta. De legalább érzi, amikor tolak. Erről van neki saját légzsák, és nem szabad lelegőzni, nehogy dudáljon, ezt képzeljük el. Tehát gyakorlatilag a hölgy körbe van üvegezve. Na most az történt vele, hogy megint megérzett a Tesco-ba, ami hát olyan neki, mint egy játékgép függőnek Las Vegas. Feltart az a rengeteg akció, és úgy érezte, hogy hát nincs túl sok hely az autóba, de mégis bevisz a rendszerbe sajtos tejfölös lángost. Tehát egy igazi magyaros drive-in a parkolóba, mert ugye a sajtos tejfölös lángos az a magyar pizza a tehén gyümölcseivel. És vannak ételek, amiket nem lehet kulturáltan fogyasztani. Tehát azért mondjuk a lángos szerintem nem véletlenül eszik az emberek fürdőgatyába, nem? Vagy a hamburger, hát kulturáltan a hamburger csak zuhanyozás közben lenne fogyasztani szerintem.
ami kocsimosóba beállt a drive-inba, és hát gyakorlatilag habzsolta. Ja, a Móri Zsigmond körtéren volt egy ilyen, a patkányos büfé, így hívta a népnyelv. Ki volt írva speciális szósz. Senki nem tudta, mitől speciális. Én jöttem rá. Sose jön ki a nadrágodból. Nagyon vigyázz. Ezt úgy fejlesztik. Várjál, egy erős pistát tegyél vele neki. Na most ült a kocsiba, hát habzsolta ezt a sajtos tejfölös lángost, tehát amikor minden tejföl volt már, mert belül is kéne már ablaktörlő, és eljutott addig a pontig, hogy úgy érezte, hogy jó lesz az, hogyha a kormányról kezdi el lenyalni a tejfölt. Nem ez volt a gáz, hanem amikor észrevett, hogy a szemben lévő parkóban egy döbben család ül. Apa rüppelt, hogy akkor is gáztak, többet nem láttál? Egy kérdés, amit mond ilyenkor apa. Látod, ez Budaörs, menjük innen! Egyébként, hát szörnyű, mire képes az étel az emberrel. Van ez a szituáció, amikor várod a pizzát. Mindig órákig várod a pizzát. Tehát én azt vettem észre, hogy aki a pizzéria mellett lakik, az is órák múlva kapja meg. Szerintem megfuttatják, hogy igazságos legyen. Kis motorjuk erre van neki tulajdonképpen, meg se rendelted, már vizik körbe-körbe, hogy előre megyenek, mert most akkor rengeteget vártunk rá, nyitottam az ajtót, egyszerre fogtuk a pizzafutára, és hát vagy a zsírtól magától, vagy a sok motorozgatástól, kinyit a doboz oldala, és végig nézzük, hogy lecsúszik, és lefordítva rás a küszöbre. Vita volt rajta, hogy most teljes terjedelmére vagy, tehát gól vagy nem gól, nincs vonalbíró. Mégis úgy döntöttük, hogy a szinte döntetlen, a második fél időben ő szépíthet. Konkrétan hoz egy másik pizzát, és nagyon megint órákig vársz, és azt a durva, amikor eljutsz arra a pontra, hogy hát végig is az a fel, amelyik benn van. Tegnap előtt volt fölmosva, hát nem akkor. Nem szoktam én gusztustalankodni, egyébként az élet minden területe foglalkoztat. Nagyon érdekel például, hogy miért van, hogy az idős emberek mind olyan nyugodtak. Ez nem azért van, mert öregkorodott, hogy megnyugszol, hanem az idegesek 50-60 évesen agyvérzést kapnak. Nagyon nagy különbség, ki meddig húzza. Azt mondják, hogy a híradóban is csak azért van annyi borzalom, az a pszichológiája. Pszichológia! Nem figyelnek. Nem jönnek, nem figyelnek. Szóval, hogy azért van annyi borzalom a híradóban, mert hogy te szereted a nap végén azt érezni, hogy te még élsz. Nem te haltál meg, nem te haltál meg. Hát lehet, hogy reklámokat is csak ezért nézünk, hogy nem azért, hogy a korpásodik. Nem az én prostatám nagyobb. Mégcsak nem is én menstruáltam, jó, de na? Egyébként hogy néz ki egy híradó? Tényleg figyeljük meg. Rendőrségi híreket csokorva. Tehát nekivent kigyulladt, összeütköztek, kirabolták, együtt nekiventek, együtt kigyulladtak. Ezt variálgatják a végsőkig. A leges legvégén van egy picike szeretet. Kis mongúzok születtek a nyíregyházi vadasparkba. Billenje helyre a világ egyensúlya, emberek, állatkerti információ. Ideális lenne a kettőt kombinálni, hogy váratlanul kigyulladt egy ló. Pandák ütköztek frontálisan, ebből lenne fantázia. Meg van még ilyen, hogy nagyon sokáig nem tudtam, hogy miért vannak az utasszállító pilóták, miért vannak katonatisztnek öltözve. Tehát ez nem vadászgépet vezetnek, vagy nem tudom, nem bombáznak a podgyászokkal, nem kapnak beszállási engedélyt. És ez is azért van, mert állítólag egyenruha megnyugtat, neked nincsen halálfélelmed. Tehát nem baj, turbulenciával vagyunk, hát. Van itt egy egyenruhás ember végül is valahol. Egy postással azért nem lennék kisegítve. De az nagyon jó, hogy nem egy maszkonadrágos kamionsofőr érkezik. Akkor Zürichbe. Bebikázom a gépen, pedig már. Én nem tudom, hogy így van-e, de álltok a pilótáknál. Ők csinálják a legkevesebb felszállás-leszállásot. Azt mondják, hogy automata megy a felszállás és leszállás is. Nem tudom, akkor mi a túró tanak évei a pilótaiskolába. Tehát ez a elegáns sétálgatás, ez két év csak. Bőrönt húzás még kettő. Van egy itt szimulátor csak. Nem így van, biztos nem így van, mert csomó gombot meg kell tanulni, hogy látod, ezt nem szabad megnyomni. Nem, tényleg nem így van, csak ugye minden humorista egy picikét színezi a történetet, ezt úgy mondják szaknyelve, hogy megkínálja a történetet. Ezt az én feleségem nem bírja elviselni, ezeket a költői túlzásaimat. Ezzel ő a gyakorlatban a létező legnagyobb poéngyilkos a világon. Tehát ez úgy néz ki konkrétan, hogy egy házi buliba evültem, mesélek egy sztorit, ő csak elmegy a háttérbe egy pohárra, az nem akkor volt. Én akkor mindig arra gondolok, hogy biztos a nagy mesemondóknak is megvolt a felesége. Mondja a mesét, és a kötöget a sarokba.
akkor passzó, hogy nincs is. Egy kívánság volt, de az se teljesült. Ha sokan kérdezik, hogyan születnek a történetek, hát ez egy nagyon nehéz meló, ez 24 órás meló, fizikai meló, ülni egy széken, várni, hogy eszedbe jusson. Nagyon sokszor nem jut, úgyhogy tényleg nehéz. De Jimi Hendrixről is mondják, hogy nem csak a koncerteken zenélt, hanem a turnébuszban is a nyakába lógott a hangszer, ugye több helyen ezért tudott leszállni szerintem, de én találkoztam egy emberrel, aki egyáltalán nem tudta, mivel foglalkozik egy humorista. Van nekem egy törzs presszó, ahol én bejárhatok, hagynak nyugodtan dolgozgatni, írogatni. Jött egy lány, és mondtam neki, hogy most nem tudjuk bekapcsolni a zenét, mert benn van az Oli, dolgozik, ír. Oda jött és megkezdte, hogy tényleg te írod a zenét, ami így szól? Most írom a Coco Jumbo-t, hogy ne szólj hozzám! Első felépünkkel mindig is közel álltunk egymáshoz, most pedig félig, meddig földig is lettünk, mert Szentesi párt választott magának, tehát egy fél szentesi humoristával már több van a világon. Tovább erősítve azt a sztereotípiát, hogy Szentes valamiféle humor, felhő, aura, lengi, vejeh, ami ontja magából a komikusokat. Ez egyébként egyáltalán nincs így, tehát én elmondanám, rendkívül sok humortalan Szentesi él a világon. És ott végzett Hevesi Tamás, Vitrai Tamás, Alföldi Róbert, csak életükben egy poént össze nem hoztak. Nem így, ami fellépünk, fogadják nagyon szerettel, Fogász Dániel! Köszönjük szépen. El kell mondom, én nagyon praktikus alkat vagyok. Ez abból is látszik, hogy a feleségemnek három húga van, és már vele is megbeszéltem, hogyha esetleg történne vele valami, akkor ugyanabból az istálóból fogok választani. Végtelenül praktikus, tehát a ruhák passzolnak, gyékészlet hasonló gyerekeknek ismerős, és már nem vagy jó viszony apósanyóssal. Ugye, hogy nem kell egy újabb vagyegen pacákkal, bútorcipelnem bizalom építésből, és ők is tudják, mit kapnak, ezt, Zoli.